Zsuzsa 69 éves, a honvédségtől ment nyugdíjba. 2013-ig teljesen egészséges volt, szeret mozogni, sportolni, nyüzsögni, ahogy ő mondja. 2013-ban egyszer csak nem tudta rendesen összezárni az állkapcsát, nem tudott enni. Ekkor fordult szakemberhez. Köszönöm szépen önnek is, kedves családjának, hogy vállalta ezt a beszélgetést. Ha jól tudom, akkor a családjának több tagja is találkozott többféle egészségügyi problémával, aminek kapcsán elkezdtek gyógygomba kivonatokat alkalmazni. Önnél hogy jelentkezett az első probléma? 2013. augusztusában éreztem, hogy már nem tudok nyelni. Azt hittem, hogy esetleg a torkommal van baj, elmentem a gégészetre, ők rögtön átutaltak az idegorvoshoz, hát egy olyan 4-5 centire nem tudtam összezárni a fogínyem, tehát az azt jelenti, hogy rágni sem tudtam, enni sem tudtam, a folyadékot is egy szívószállal tudtam éppen, hogy csak. Bekerültem a Honvéd Kórház sürgősségére, csütörtöki napon volt, rendkívüli rendesek voltak velem. Tényleg mondta a fiatalember az orvos, hogy ne beszéljek, de nem is értették, hogy mit mondok. És fájt minden szó. Ott egy idős idegorvos megállapította így ránézése is, hogy mi azt érni a gravis, és utána telefonált ez a csütörtökön az én mostani kezelő orvosomhoz, hogy be tudna szorítani valamikor egy EMG-re. A miasztenia gravis egy krónikus autoimmun betegség, ami a vázizmok változó mértékű gyengeségét okozza. Az autoimmun betegség azt jelenti, hogy a szervezet immunrendszere önmaga ellen támad, és egészségesen működő sejteket pusztít el, vagy egészséges élettani folyamatokat akadályoz meg. Miasztenia gravis esetén a központi idegrendszerben keletkező mozgató ingerület izomrostokba való átjutása szenved károsodást. Egészséges körülmények között az agyban keletkező ingerület elektromos jelformájában az idegpályákon keresztül jut el a megfelelő izomrostokhoz. Az idegpálya végén, az idegizom átmenetnél az elektromos jel hatására az idegsejtből egy acetilkolin nevű jelátvivő anyag szabadul fel, ami az izomsejt megfelelő sejtfelszíni alkotó részeihez, az acetilkolin receptorokhoz kapcsolódva kiváltja az izomrost összehúzódását. Miasztenia gravis betegség esetén az immunrendszer tévesen az izomsejtek felszínén lévő acetilkolin receptorokat támadja meg, ennek következtében hiába jut el az ingerület az izmokhoz, és az izomsejtek hiába tudnának tökéletesen működni, mégsem teszik. Az összehúzódást kiváltó jel átadása nem történik meg, mert az izomsejt felszínén a jelátvivő anyagot észlelő alkotóelemek nem működnek. A miasztenia gravis gyanúja igazolható egy egyszerű gyógyszeres teszttel, de a pontos diagnózis felállításához elektromiográfiás vizsgálat szükséges. Az elektromiográfiás vizsgálattal részletesen elemezhető az ingerület idegsejtről izomsejtre való átterjedése, a betegség fennállása minden kétséget kizáróan megállapítható. A vizsgálat során külső elektromos ingerrel aktiválják az idegpályát, majd a kiváltott izomműködést műszerrel elemzik. Nem volt kellemes, a kis lábom ujjától végigmentek egészen a idáig a fül mögött és az arc részen, és megállapított, hogy egy súlyos miasztenia gravis, vagyis ők úgy mondják, hogy ez az íny rész meg az arc gyengeség, én úgy éreztem, hogy lebénultam. Csak az arcomban volt, ez volt a szerencsém. Nem volt az, hogy lógott a kezem, vagy sántikáltam, mert hisz még estelente tornáztam is. Úgyhogy ez erről értem, hogy megvolt. Itt nagyon fájt, nyelni továbbra sem tudtam. Még aznap az osztály gyógyszeréből adott kísérletképpen, hogy bírom a gyógyszert. Attól kezdve megkaptam a szteroidokat, és attól kezdve megkaptam a gyógyszereket. Mivel a párom szedte a gyógygombát, megbeszéltük, hogy én is szedni fogom. Azóta szedem, és tulajdonképpen még pépes ételt sem tudtam nagyon enni, csak amikor már kezdett a gomba is hatni, meg a gyógyszerek, akkor volt az, hogy ilyen kis krumplipürét. Karácsonykor már a családommal le tudtam ülni, és enni tudtam rendesen,
hát nem tudom, hogy ez mennyire lényeges, de januárban már csülkötettem, mert már annyira megerősödtem. Tehát a szteroidok elsősorban használatosak az autoimmun betegség tüneteinek a enyhítésében. Egyfajta hormon, ami ugye csökkenti a gyulladásos tüneteket, tehát egy tüneti kezelés. A gyógygomba kivonatok viszont másképp működnek, tehát azokat az immunsejteket, amik megtámadják a szervezetet, működését csökkentik, vagy szüntetik meg, vagy káros befolyását. Tehát gyógygombák ott avatkoznak be, a probléma keletkezik, az immunsejteknek a szintjén avatkoznak be. Igen. Valószínűleg együtt a kettő jelentősebben hat, mint önállóan. Igen. Csak a szteroid. Ezért lehetett először tapasztalni ezt a jelentős életminőségjavulást. Tehát gyógygombák ezért bármilyen autoimmun betegség területén használhatóak, nem csak a myasztinia gravis területén, hanem bármilyen gyulladásos autoimmun problémánál, így a bélgyulladásnál, ízületi gyulladásnál is ugyanígy alkalmazhatóak, illetve autoimmun eredetű problémák lehetnek például különböző idegrendszeri problémák is, ilyen például a szklerózis multiplex, aminek gyakran tapasztaljuk jótékony hatását, vagy a Lyme-kor esetében, ami szintén egy autoimmun folyamatot válthat ki a szervezetben, rendszer szinten, szisztemikusan, és ilyenkor is tapasztaljuk, hogy a gyógygombák az immunrendszer szintjén jelentősen tudják csökkenteni a tüneteket. Tehát ez annyira nem meglepő, hogy a gyógyszerekkel együtt a gyógygombák kifejthetnek egyfajta immunhatást, tehát immunszupresszív hatást, és így a gyógyszerek is jobban hatnak. CT-t készítettek októberben. Az megállapította, hogy a myasztenia gravis egy csecsemőmirigy okozza. A megfigyelések szerint sok myaszténiás betegnek van megnagyobbodott csecsemőmirigye, amelynek sebészi eltávolítása után a betegség tünetei jelentősen enyhülnek. A csecsemőmirigy megnagyobbodása és a myasztenia gravis közötti összefüggés részleteiben még nem pontosan ismert. A csecsemőmirigy fontos szerepet játszik az immunrendszer kifejlődésében egészen a serdülés befejeztéig. A csecsemőmirigy a szedcsont mögött elhelyezkedő, újszülött korban aktívan működő és viszonylag nagy méretű, majd a gyermekkel a pubertáskorig fokozatosan együtt növekvő immunszerv. Az immunrendszert alkotó egyik fő sejtípus, a T-sejtek, a csecsemőmirigyből származnak. A pubertás után a mirigy mérete folyamatosan csökken, működése megszűnik, a helyét a későbbi életkorban zsírszövet foglalja el. A felnőtt korban megnagyobbodó csecsemőmirigy a zárt mellkason belüli elhelyezkedésénél fogva okozhat nyelési problémát vagy keringési zavarokat, illetve kóros működése miatt autoimmun betegségek is kialakulhatnak. Január 31-én fönt a Korányi Kórházban Kasfő orvos úr elvállalt. Január 31-én megtörtént volna a műtét, először laparoszkoppal kezdték el, de mivel odaértek a szívburokhoz, mert már a csecsemőmirigyben volt a szívburokban, összeomoltam, és megrepett a nagy aortám. Tehát akkor mindjárt mellkas megnyitás volt, sikerült a műtét, azt diagnosztizálták, hogy ismeretlen eredetű daganat. Kijöttem a kórházba február 14-én, de bent a kórházban, mivel annyira szemelet voltam, nem igen tudtam szedni a gyógygombát, mert annyira ellene vannak az orvosok, én ezt tudom, pedig nincs igazuk. Hazajöttem, de borzalmas legyengült állapotba kerültem, viszont a gombát már tudtam rendesen szedni. Hát sajnos csak május közepe tájékán tudtam lemenni, de viszont tudtam enni, kezdtem hízni, mert 40 kilóra lefogytam a nem evéstől. Amúgy se vagyok egy rettenetesen hízásra alkalmas valaki, úgyhogy szépen lassan kezdtem magam összeszedni. A mai napig szedem a gombát, és fogom is szedni. Az erőlétem visszajött, híztam, már 48 kiló vagyok, már én főzök, a takarításban már tudok segíteni. Hát egy van, hogy délfelé már egy kicsikét elfáradok, akkor ebéd után leszoktunk menni egy jó egy óra hosszát kell sétálni, mert mozogni muszáj,
mert csak biciklizni tudok, erre telik tornázni, arra nincs erőm, és akkor ebéd után lefekszem, két és fél órát alszom nagyon mélyen, és kipihenve ébredek. Milyen gyorsan jelentkezett ez a betegség? Tehát hogy alakul ki egyik napról a másikra? Egyik hétről a másikra. Nagyon érdekes volt, mert éreztem azt, hogy egyre kevésbé tudom összecsukni a fogényem. Mindig egész hátulra toltam a hátsó fogakhoz az ételt, mert azt még akkor ott tudtam rágni. Na most így sem tudtam, hogy itt összecsuktam, hogy összeszorítom, és rágjak, mert egyszerűen annyira gyenge volt, hogy nem. És akkor azt mondtam, hogy most már két hét után el kell mennem, és bementem így a kerületbe, ahogy önnek elmondtam, és akkor így kezdődött az egész. Az életműség rendkívül elomult akkor ennek a betegségnek a következtében. És amikor elkezdte említette szedni a szteroidokat és a gyógygombákat, akkor kezdett javulni az állapota, ugye? Így van, és ezt hozzá kell tenni, hogy 69 éves vagyok, de én gyógyszert soha nem szedtem. Én jártam tornázni, mozogtam, nyüzsögtem, hát nyüzsögni most is egy kicsit tudok, nyüzsögtem, rendkívül mozgékony voltam, de szóval szörnyű volt, hogy egyik napról tulajdonképpen, egyik héttől a másikra azt lehet mondani, hogy egyszerűen kivontak a forgalomból.